Köszöntöm a VKC televízió nézőit, Önök a heti krónikát látják, Budakalász híreivel és eseményeivel. Lássuk elsőként főbb témáinkat röviden. Sok a kintlévőség, intézkedések az adók behajtására. Iskolakezdés, Szent István telepen átmeneti megoldással indul a tanév. Fiókok, Keömlei Anna első novellás kötete. Az adóbevétel az önkormányzat egyik működési alapját képezi. Budakalászon a tartozások leginkább az iparűzési adót és a gépjárműadót érintik. A kommunális adót érintően jelentős számú, de adóalanyonként kisebb összegű tartozások a jellemzőek. A gazdasági és adóiroda minden évben áttekinti a lakossági adótartozásokat, hiszen az adóbevétel az önkormányzat működési alapját képezi. Adókra mindenki úgy gondol, mint ami az ördögtől jött, mert ugye nem az van, hogy elmegyek az üzletbe, befizetek 100 forintot, és megkapok érte valamit konkrétan, hanem nagyon sokan nem látják azt az ügyfelek közül, adózók közül, állampolgárok közül, hogy az adópénzek az egy helyi szinten, mint a polgármesteri hivatal önkormányzat nálunk itt Budakalászon. Lényegében a költségvetésünknek, költségvetésünknek közel 40%-át adják, és fontos, hogy ez szabadon felhasználható bevétel, tehát nincs megkötve. Ebből épülnek az utak, ebből tartjuk karban a parkokat, ebből építünk játszótereket. Lényegében azért néz ki így a város, azt elmondhatjuk talán, mert én úgy látom, hogy azért szépül épül, mert ezek az adóbevételek vannak, és azt kell látni a állampolgároknak, az adófizetőknek, hogy ezen pénzek nélkül nem néznénk így ki. Tehát akkor visszatérve a kérdés lényegére, ez az összeg 200 millió forintot meghaladja egy kicsivel. Lényeg az, hogy ez az elmúlt években gyűlt össze. Én úgy látom, a 3 hónapom alatt, mert hát én igazából 3 hónapja lettem kinevezve ide irodavezetőnek, hogy ez az összeg azért ebből nagyjából egy a 40% tűnik reálisnak. A többi az a régi időszak, akár 15 év, 20 évnek a felhalmozódott, esetleg olyan hátaléka is lehet az eddigi működésemből. Kifolyólag ezt már feltártuk, ami nem is fennáll, csak a papírokon szerepel. Tehát a fő feladatunk most elsősorban az, hogy ezt a számot megpróbáljuk pontosítani nyilvántartások egyeztetésében. Ez fogjuk kérni ugye az érintettek segítségét, kiküldtünk leveleket, már egyeztető leveleket, és hát az egyeztetés úgy látom, hogy azért jól halad, folyamatosan halad. Fontos az, hogy akinek kiküldjük ezeket az értesítéseket, megnézzék, hogy ez a szám helytálló-e, ha esetleg van nála olyan adatcsekk, ami ennek ellentmond, akkor jöjjön be, egyeztessünk, akár elektronikus úton, akár személyesen. Ez fontos, mert a célunk az, hogy ezt a nyilvántartást, amivel most rendelkezünk, mindenképpen aktualizáljuk. A tartozások egy része a vállalkozások iparűzési adójából és a lakosság gépjármű adójából tevődik össze. A mostani kintlevőségnek a nagyjából 70 millió, ez mondjuk nem a lakosságot érinti teljes egészében, a vállalkozásokat, ugye ez az iparűzési adó. Ezzel kapcsolatban, hát én úgy látom, hogy 70 millióból kb. Egy olyan 20-30% lesz majd, ami úgy várhatóan teljesül, mivel itt rengeteg cég, aki a nyilvántartásunkban van, felszámolás alatt van, végelszámolás alatt van, nem működik, fizetésképtelen. Itt lesz egy nagyon erőteljes feladat az, hogy tényleg helyre kell tenni ezeket a számokat. Ami a lakosságot érinti, az a gépjárműadó, régi nevén súlyadó. Ez nagyságrendileg egy olyan 31-néhány millió forintos tétel, ami szintén óriási gond, mert egyes esetekből azt tapasztaltuk, hogy nagyságrendekkel, tehát ennek a 31-néhány millió forintnak 20-30%-a nagyon régi ügy lehet, 15 éves, 20 éves, annak idején az átírásokkal gondok voltak, nem volt kötve, akkor is már kötelező volt, csak ugye nem volt feltétele az átírásnak az, hogy bejelentsük az átírást adását és szerződéssel, vagy bejelentette az új tulajdonos, vagy nem, és most itt nálunk ez a felhalmozódott hátalékban az
esetek nagy részében ez történt, hogy nem jelentették be. 20 éves ügyekkel jönnek olyan autókkal, amiket a 90-es években már értékesítettek, autó már meg sincs valószínűleg. Ezen esetekben egyrészt nem is fog menni az összegnek a behajtása, másrészt pedig úgy tűnik, hogy nem is biztos, hogy reális az összeg, ami nálunk a nyilvántartásban, tehát végül is benne van. Ami még a lakosságot érinti, a kommunális adó, itt nagyságrendileg nincsen olyan túl nagy tétel, ez egy olyan 10 milliós tétel, tehát azt mondom, hogy ez az egész évi költségvetésünkben ugye a teljes helyi adó bevételünk 600 millió forint körül van, kb. 650-600, attól függ évente mennyi, hogy ebben ez a 10 millió nem egy számottevő összeg, én ezt inkább jelképesnek mondanám, viszont ez az a tétel, amelyik nagyon jól fejezi azt ki, hogy minden Budakalászon illetőséggel rendelkező személy járuljon hozzá azért a városnak a költségvetéséhez. És hát erről azt lehet mondani, hogy itt a kommunális adóban ez a hátalék nagyon jól kezelhető lesz, ennek szerintem döntő része bejön. A kommunális adótartozás esetében a tartozásrendezésre felszólító levelek megküldése után adóalanyonként egyedileg bírálják el a behajtás legmegfelelőbb módját. Mindenképpen rá kell figyelni, oda kell figyelni, ugye senki nem szeret önként, tehát oda járulni a kasszához, és akkor sok éves hátalékokat esetleg rendezni. Ebben a kérdésben benne van az, hogy nekünk is oda kell figyelni, de az állampolgárnak is, az adófizetőnek, hogyha már ott az a fizetési felhívás, akkor nem különböző indokokkal azt kell nézni, hogy most nem kaptam meg a csekket indokolni, vagy ha ezzel nem ért egyet, akkor be kell jönni, intézni kell. Tehát ha már egyszer megkapták ezt az értesítést, akkor az amit tenni kell, mert az azt jelenti, hogy annak ugye nyoma van. Ha nem fog minket keresni, akkor különböző eszközök közt fogunk fordulni. Ezek ugye elég csúnyák is lehetnek, mert ugye letiltás a bankszámláról, munkáltató által, akár még a nyugdíjból is, ugye csak is a jogszabályok adta lehetőségekkel érve, illetve hát ugye van még egy olyan eszközünk a gépjárműadónál, forgalomból kivonás, ami elég súlyos lehet, hogy ha mondjuk megyek az utcán, leállít egy rendőr, és hát akkor tudom meg, hogy hoppá, ez az autó forgalomból kivonva. Ezek olyan dolgok, amikkel mindenképpen élni fogunk abban az esetben, ha az ügyfél nem hajlandó együttműködésre. A tartozással érintett adózók egyeztetés céljából hétfőn, szerdán az egésznapos ügyfélfogadási időben kereshetik fel a hivatal adócsoportját. Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnepnap. Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja. Budakalászon a Szent István telepi római katolikus templomnál várják majd az ünneplőket. A hagyományok szerint Szent Misével veszi kezdetét az ünnepnap 10 órakor a Szent István telepi római katolikus templomban, ezt követően pedig 11 órakor megemlékezés kezdődik. Ünnepi beszédet mond dr. Fonad János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. A műsorban közreműködik Buda Ádám előadó művész. Augusztus 20-án adják át a város kitüntető díjait, így a Budakalász város díszpolgára, a Budakalászért emlékérem címet, valamint a sportdíjat is. De a Szent István Alapítvány ösztöndíjasait is ekkor hirdetik ki. Az ünnepségen a hagyományok szerint megáldják az új kenyeret, koszorút helyeznek el a templomkertben, és agapé is lesz. A város külsős alpolgármestere, dr. Krepárt Tamás évek óta ingyenes jogi tanácsadást tart a polgármesteri hivatal épületében. Szerdánként 9 és 11 óra között várja azokat, akiknek segítségre van szükségük, problémájuk vagy vitás helyzetük rendezéséhez. A tanácsadásra a 0670 455 69 37-es telefonszámon tudnak bejelentkezni. A legtöbbször családjogi, öröklés és polgári jogot érintő kérdésekkel fordulnak az alpolgármesterhez. Krepár Tamás azt mondja, az ügyek nagy részét peren kívül megegyezés alapján tudják rendezni. A budakalásziak vagy a szomszédok vitáit szerencsésebb szerinte egymás között kulturáltan rendezni, hiszen együtt, egymás mellett élünk. Az év elején született egy kormányrendelet arról, hogy bővíteni kell a Szent István telepi iskolát.
A tankerület 4 új tanterem építését tervezte a tanévkezdésre, azonban szeptemberre nem fog elkészülni az építkezés. Szeptember 1-én közel 90 kisgyermek kezdi meg alapfokú tanulmányait a Szent István telepi általános iskolában. Azonban az ígért 4 új tanterem nem készül el addigra. Következő tanévet ismét 3 első osztály fogja megkezdeni a Szent István telepi iskolában. Ez most már a 3. év, hogy a jelentkezők magas számának köszönhetően 3 első osztályt kell indítanunk. Viszont évek óta komoly problémát jelent az új gyerekeknek és az új osztályoknak az elhelyezése. 2 évvel ezelőtt a könyvtárszobát alakítottuk át, és most a könyvtárszoba egy osztályteremmel egy helyiségben működik. Tavaly az igazgatói irodát és a titkárságot nyitottuk össze, és ott alakítottunk ki egy tantermet. Idén viszont már nem volt más lehetőségünk, hiszen tavaly már az igazgatói iroda és a titkárság is a villaudvarra költözött egy konténerbe. Ebben az évben már nincsen más felszabadítható helyünk, és tulajdonképpen ez a fenntartó számára is teljesen egyértelművé vált, és az év elején született egy kormányhatározat arról, hogy a Szent István telepi iskolában is iskolabővítést kell végrehajtani. Egy 4 tantermes bővítésről van szó, ez a háta mögött lévő ebédlő, a konyha és a tornatermi öltözőknek a tetején fog megvalósulni. Ott a mostani tető elbontása után egy új 4 tantermes épületrész kerül majd kialakításra. Ezzel kapcsolatos egyeztetések, előkészítések már korábban megtörténtek. A beruházást a Nemzeti Sportközpont végzi. Ez egy tőlünk elég távol lévő szervezet, tehát nagy a távolság az iskola és az országos szervezet között, úgyhogy egészen pontos információink nincsenek, hogy most per pillanat hol tart az ügy. Annyi bizonyos, hogy ez szeptember 1-ére nem fog elkészülni, úgyhogy addig amíg ez a bővítés elkészül, addig egy átmeneti megoldást fogunk találni, illetve fog a fenntartó biztosítani. Tehát a gyerekeknek az elhelyezése biztosított lesz. Egyébként itt most már nem csak egy osztálynak az elhelyezése, az új harmadik első osztály elhelyezése okoz gondot, hanem már a felsős osztályaink is olyan létszámúak, hogy ezeket sem lehet mind elhelyezni a kisméretű, nagyon kis alapterületű emeleti tetőtéri tantermekben. Úgyhogy így 2 osztálynak az elhelyezését kell majd így átmeneti időszakra megoldanunk szeptember 1-től. A 2014-es 2015-ös tanév szeptember 1-én hétfőn kezdődik majd. Én nem gondolom, hogy a gyerekek kedvét elrontja az, hogy szeptember 1-én majd jönniük kell az iskolába, és 8 órakor részt vesznek a tanévnyitón. Mert hogy a mai napon is ügyeletet tartottunk 8 és 12 óra között, akinek valamilyen elintézni valója van, az ezt meg tudja tenni. És hát több gyerek jött be, ki iskolátlátási igazolásért, ki a tankönyvek kapcsán érdeklődött. És hát bizony a gyerekeken ott volt az arcukon az a várakozás, hogy körülnéznek, hogy mi is történik az iskolával nyáron, meg milyen, amikor ilyen nagy csönd van a falak között, és bizony az egyik kislány örült, amikor mondtam, hogy nyugodtan bemehet a főépületbe, és körülnézhet, hogyha szeretné, és nagy vigyorral szaladt be, és ment fel az emeletre megnézni az akváriumban a halakat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a gyerekeknek persze a nyári vakáció az egy mindennél jobban várt pillanat májusban és júniusban, de azért várják azt is, amikor visszajöhetnek az iskolába, és találkozhatnak a barátaikkal. A tankönyveket minden kisdiák az első tanítási napon kapja majd meg. A zeneiskola is készül a 2014-2015-ös tanév kezdetére. Az évnyitó a Kalánsulival együtt augusztus 31-én lesz. A Budakalászi Hírmondó augusztusi számában már megjelent a zeneiskola hírei között a tanévnyitó ideje és a pótbeiratkozásra vonatkozó információk is. Készülnek a diákok érkezésére. Sok tennivaló van már ilyenkor is, bár a kollégák még szabadságon vannak, tulajdonképpen a vezető is, de hát már dolgozni kell az előkészítéssel. És amit nagyon szeretnék megvalósítani, hogy a tisztasági festésnek legalább azon részét megcsinálni a közlekedő folyosók
területén, ahol legjobban elkoszolódott a festék, úgyhogy szülői felajánlásokból fogjuk megoldani a tisztasági festést, nagyon-nagyon lelkesek a szülők és nagyon kedvesek, úgyhogy a felhívásunkra sok felajánlás érkezett. Van, aki festékkel fog tudni hozzájárulni, van, aki a munkaerejét tudja felajánlani, úgyhogy ez még a tanévkezdés előtti héten nagyon remélem, hogy sikerül. És hangszereket próbálunk folyamatosan beszerezni. Most a tanév végén volt egy nagyon kedves budakalászi hölgy, egy idős hölgy, aki felajánlotta például az édesanyja öreg pianinóját, de hangszerésszel megnézettük, és használható állapotban van a hangszer. Azzal szemben ugye nekünk volt kettő olyan hangszerünk is, két olyan öreg orosz pianinó, amit már gyakorlatilag a hangszerész elmondása szerint, meg a mi tapasztalatunk szerint sem érdemes már hangolni, mert kb. Egy napig tart. Úgyhogy az egyik rossz pianinót így le tudtuk cserélni, de kellene még, azt hiszem, legalább négy hangszer, mert ide a mi épületünkbe is kellene ugye egy legalább, és a két általános iskolában sem megoldott az összes oktatáshoz szükséges hangszer, úgyhogy hát ezen dolgozunk folyamatosan, és nagyon örülünk, hogy a felhívásunkra ilyen adomány is érkezik. Mielőtt azonban a zeneiskolás gyerekek újra kezdenék a rendszeres gyakorlást, táborba várják őket. Egy már lezajlott a tanév után nem olyan sokkal, még június végén, július elején a népdalének tanárnő elvitte az énekes gyerekeket, majdnem azt hiszem teljes létszámban a tanszakot Fülére, és ott tartottak egy kis tábort. De ott voltak egy hétig, és nagyon sokat énekeltek, meg volt vendég tanítójuk is. Most várható majd hamarosan a részfúvós zenekarnak a tábora. Ők horányba mennek a regatta szállóba, úgy, ahogy tavaly is, az eléggé bevált nekik az a helyszín. Úgyhogy alapítványi segítséggel, szülői támogatással meg tudtuk valósítani ismét ezt a tábort, vagy meg tudjuk, mert ugye ez jövő héten lesz aktuális, illetve lesz még a fuvoristák kaptak most rá utóbbi években a táborozásra. A tanév indítás előtti héten összegyűlnek, és a fuvola tanárnő vezetésével és irányításával azt hiszem 3 napos tábort bonyolítanak, és nagyon sok játékos és érdekes feladattal készülnek rá lelkileg, fizikailag az új tanévre. Az évnyitó 31-én vasárnap lesz, mivel a Kalássulival ugye közös intézményt alkotunk, és a Kalássulinak az évnyitója mindig akkor szokott lenni, a tanév első napját megelőző vasárnap délután 5 órakor, és ez most 31-ére esik, és a Kalássuli udvarán tartjuk közösen. Ez így alakult ki most már ugye 3. éve. A pótbeiratkozásról és a térítési díjak befizetéséről a tankerület utasításai alapján rendelkeznek majd. Erről a zeneiskola honlapján a www.kami.hu oldalon tájékozódhatnak. Hosszas adminisztrációs munka után a nyáron bejegyezte az Egészséges Budakalászért Egyesületet a Budapest környéki törvényszék. Az egészségklub tagjai még a tavalyi év végén döntöttek arról, hogy kilépnek a rákellenes ligából, és tevékenységüket önállóan folytatják. A mostani bejegyzés gyorsaságát az indokolta, hogy a megváltozott polgári törvénykönyv új szabályokat állított az egyesületek számára, a kérelem pedig már ezek alapján készülhetett el. Az új forma azonban nincsen hatással a klub programjaira, tovább folytatódnak a szűrővizsgálatok, előadások és a tornaórák is. A finanszírozás viszont megváltozik. Már nem a Rákliga biztosít fedezetet sok elképzelés megvalósításához, hanem a klub tagdíjaiból és az önkormányzat hozzájárulásában gazdálkodnak, valamint pályázatokon is indulni tudnak majd. 2 esztendő múlva válhat az egészségklub közhasznú egyesületté, innentől az adó 1%-át is felajánlhatják majd a lakosok. Szeptemberben több alkalommal is ingyenes nőgyógyászati rákszűrés lesz az Egészséges Budakalászért Egyesület szervezésében. Még lehet jelentkezni, vannak szabad helyek.
A nyár folyamán bejegyezte az egészségklubot a Budapest környéki törvényszék, így mostantól hivatalosan is egyesületként működik. A megszokott programokon azonban ez a tény nem változtat. A szokásos szűrővizsgálatok és előadások továbbra is várják majd a budakalásziakat. A szűréseket 2008 évbe kezdtük, még akkor csak az egészségklub tagjainak. Akkor a fedezetet a Rákléga biztosította erre. Neki az egészségklub tagjainak két alkalommal szerveztünk ilyen rákszűrést, és mivel láttam, hogy nagy-nagy az érdeklődés, polgármester úrhoz fordultam, hogy a lakosoknak is szervezzünk ilyet, mert nagyon eredményes, elmondtam az előnyeit, elmondtam az érdeklődéseit, és mondta akkor, hogy hát nincs rá ember. Mondta, hogy hát szervezem én meg. Hát mondom, igen, de nekem nincs pénzem. És ha továbbiakban fizeti a lakosokét, akkor megszervezem. Na így kezdődött ez az egész, hogy az akkori polgármester úr vállalta azt, annak ellenében, hogy az egészségklub szervezi, hogy finanszírozzuk. Tehát 2008-ban volt 4 alkalommal, 2009-ben már 6 alkalommal szűrtük a nőket, és 2010-ben már nem csak a nőgyógyászati szűréseket, hanem allergológiai szűrés, látáshallás szűrés, sőt, csontritkulás szűrést is végeztünk. Mivel az önkormányzat is látta, hogy ennek a lakosok terén nagy eredménye van, itt az eredményhez hagyd tegyem hozzá, hogy nagyon körültekintőek voltak a szűrést végző orvosok, és a szülésznőgyógyász 30-35 embert szültünk egyszerre, és 5-6 embernek mindig rá volt írva a lapjára, hogy jöjjön be. Tehát nem kellett rákbetegnek lenni ahhoz, hogy ő menjen tovább, hanem ha egy gyulladás volt, vagy egyéb, nem akarok most kitérni, hogy nőgyógyászati problémák milyenek lehetnek, akkor ő ráírta, jöjjön be, és bármikor fogadta, és ellátta tanáccsal, gyógyszerrel, sőt, visszajáratta mindaddig, amíg meg nem gyógyult végül is a prevenciónak, ugye ez a másodlagos prevenció, a szűrés, ez a feladata, hogy szűrje ki, és a továbbiakban gyógyítsa meg akkor még talán nem is beteg, hogy komolyabbra ne forduljon a helyzet. 2010-től több támogatást kap az egészségklub a várostól, így idén is 1 millió forintot fordíthatnak a szűrések lebonyolítására. Törekedtünk arra, hogy minden évben valami újat vezessünk be. Ne legyünk egy ilyen sablonok, hogy mindig ismételgessük önmagunkat. Szerettük volna az emberekkel a lehetőséget is megismertetni, hogyha problémájuk van, mivel hová forduljanak. Ifjú dr. Vaszilko Mihály szájsebész doktor úr, aki Semmelweis Egyetem szájsebészeti osztályán dolgozik, ő volt az, aki vállalta 3 vagy 4 alkalommal, amikor azt jelentette, hogy egy-egy alkalommal 40 ember jött el, és végezték el rajta ezt a szájüregi szűrést. Ő is, mindenki kapott papírt, hogy milyen elváltozást, vagy azt is, hogy rendben van. Hisz aki ide eljön, aki azért jön, hogy tisztában legyen önmagával, valahol kell, hogy hazavigye azt, hogy igen, rendben van. Nem csak arra törekedtünk, hogy ne csak elmondják neki, hanem legyen egy bizonyíték, amit 1 év múlva, 2 év múlva, 5 év múlva, ha valami előfordul, akkor elő tudja venni, és azt tudja mondani, hogy ettől az időtől fogva lehet a probléma, mert ekkor én nekem rendben volt. Ez volt tavaly. Volt a nőgyógyászati és a prostata. Az az igazság, hogy a prostata szűrést nem nagyon szeretik a férfiak, és elő is fordult nagyon sokszor, hogy a feleség bejelentette, hogy jön a férje. Lehet, hogy otthon nem is volt az igaz, hogy a férje ráborintott, csak mondta neki a feleség, hogy hát el kellene menni, bejelentette, és sajnos nem jött el, ilyen előfordult jó pár. De végül is a bogarat elültettük az emberek fejébe, hogy ezzel a nagyon sok férfinek van prostata problémája, csak nem beszél róla. Vagy még nem is tudja, hogy az. Majd később, amikor a vizelet ürítésnél érzi, hogy nem úgy megy, még nem is kell fájni, akkor neki tudnia kell, hogy ez a problémája. Mert úgy szerveztük 2008 óta, hogy bármilyen szűrést bevezettünk, akkor mindig egy orvosi előadás előzte meg. Mégpedig az az orvos, aki a szűréseket végezte,
elmondta, hogy ennek a betegségnek mik a tünetei, mik a következményei, és ő mit fog elvégezni, és milyen tanácsokat tud adni. De azt is mindig elmondta, hogy ez egy alkalommal kevés, ebből rendszert kell. És nagyon, nagyon aranyosak voltak az orvosok, elmondták, hogy ők nem tudnak az emberek egészségéért addig tenni semmit, amíg a személy oda nem megy hozzájuk. Mindenkinek első legyen az egészsége, figyelje önmagát. És ne csak gyorsan rohanjak, éhes vagyok, vécére kell menni, nem. Hanem figyelje azt is, hogy milyen szituációk, milyen érzéseket váltanak ki bennünk, milyen cselekedetek, esetleg már milyen fájdalmakat okoznak. Szeptemberben nőgyógyászati rákszűrés lesz. A Magyar Társadalom Biztosítás minden hölgy számára évente egyszer ingyenesen teszi lehetővé a vizsgálatokat. Jelentkezni Lazanyi Istvánné Editnél lehet. A nőknek ugye ez természetesen ajánlott, fiataloknak és időseknek egyaránt, és egy évben egyszer erre ajánlott eljönni mindenkinek, és ha már itt van egy a városnak, hogy a helyünkben van, nem kell elmenni Szentendrére, vagy bárhova máshova, akkor szerintem mindenkinek ki kellene használni ezt az alkalmat. Igaz, hogy nálunk ki is használják, mert mindig tele van. Egy alkalommal olyan 30-35 nőt szokott a doktor úr megvizsgálni, és mindenki nagyon örül, mert hamar letelik, nem kell sokat várni, időre beosszuk őket. Mindig egy pénteki napon van, ugye szeptember 12, és akkor 8-tól 12-ig van, és ez ugyanúgy, ez minden alkalommal pénteki napra tettük, Markó néni a főszervező irányította így, és akkor ezt már mindenki tudja, hogy akkor lehet jönni. A vizsgálatokat dr. Telek Tamás, a Szentendrei Rendelőintézet nőgyógyász szakorvosa végzi. A szükséges anyagi keretet az önkormányzat bocsátotta az egészségklub rendelkezésére. Idén a nőgyógyászati rákszűrés mellett vastagbélrákszűrést is tervez még az egyesület. Közeledik a Budai úton álló Schwab-ház születésnapja. Szeptemberben a városnap előtt egész napos programsorozattal készülnek. A Budakalászi Schwab-ház 10. évfordulóját ünnepli a városban élő német nemzetiség szeptemberben. Az épület története azonban ennél sokkal régebbre, az 1800-1900-as évek fordulójára nyúlik vissza. Érdemes volt ezt a házat tájházzá alakítani, a szobát, a konyhát, ugye mert a harmadik helységünket a irodának használjuk, és 10 év alatt nagyon sok értékes dokumentumot, tárgyi emléket sikerült még pluszba összegyűjteni, mint amikor a kezdetek voltak. Nagyon-nagyon hálás szívvel és köszönjük Trent Ferencnek, aki gyarapította a tájháznak a dokumentumait, hisz olyan iratokat, olyan fényképeket kaptunk tőle, ami szinte pótolhatatlan, és leginkább ő foglalkozott ezzel. A vendégkönyvünk is mutatja, hogy az elmúlt 10 év alatt milyen nagyon sokan voltak itt nálunk. Az iskolások és az óvodások rendszeresen járnak ide a tájházba, a tanárok órákat, nemzetiségi órákat tartanak itt. És a nem olyan rég készült el Trent Ferencnek a kitelepítettek harmadik kötete, amiben szinte 99,9%-ra kitelepítetteket feldolgozta, és ezt a könyvet ebbe családonként és évszámonként gyűjtötte össze. Volt egy másik nagyon érdekes könyv, ez is Trent Ferencnek a köszönet érte, a Baden-Württemberg Német Szövetségi Tagállam 60. évfordulóját ünnepelte Ulmba, és neki köszönhetően Trent Ferencnek ebbe a könyvbe Budakalász is szerepel. Ő adott hozzá anyagokat, iratokat, hogy ez is nem mindenkinek volt azért ebbe része, én azt gondolom. Mi pedig készítettünk Trent Ferenc életútjáról Budakalászon egy dokumentumot, amit én azt gondolom, hogy érdemes majd megnézni, forgatni. Ezen kívül számos még fényképeink vannak, amiket még meg lehet tekinteni, és időt kell szánni rá, aki eljön hozzánk szeptember 12-én, 9 órától 22 óráig nyitottak vagyunk, várunk mindenkit nagyon szívesen, elbeszélgetünk, és időt tegyen rá, mert amikor bejönnek, akkor csak gyorsan körülbenéznek, és elszaladnak. És én azt gondolom, hogy most erre ezt a napot rá kell szánni, és körbenézni nálunk.
Délelőtt a gyerekeket iskolásokat várják majd főként, délután pedig nem csak a ház történetéből, hanem a pudakalász és vábok kulturális örökségéből is kaphatnak ízelítőt a látogatók. Délelőtt folyamán a kalásulisoknak fogunk foglalkozást tartani. Ennek a körvonalai még csak most rajzolódnak, ezt majd még a későbbiekben fogjuk teljes mértékben eldönteni a programot. Délután 5 órakor pedig szeretnénk a tájházra visszaemlékezni az elmúlt 10 évre, egy rövid kis megemlékezéssel. A Lustiges Vábén énekkar fog egy kis műsort adni, és utána egy ilyen beszélgető strasspartit szeretnénk tartani. És van egy, amiért tényleg érdemes volt ezt a svábházat, tájházat megépítenünk és használnunk. Körülbelül 2 hónappal ezelőtt Ausztráliából jött valaki, kereste a gyökereit, és itt nálunk a színbe megtalálta édesapjának a tábláját, a kőműves volt, és ez egy fantasztikus élmény volt, és ezért érdemes dolgozni. Annyira szoktak csodálkozni, hogy van, amelyik azt mondja, jaj, a nagymamámnak ilyen van, vagy jaj, van ilyen, és ugye nagyon sok szerszám van a konyhában, amiket meg szoktunk mutatni, hogy na, ez vajon mi, és akkor mindenféle tippeket mondanak, de sokszor el is találják a gyerekek, hogy mi. Sőt, mi több, ugye van egy jeges hűtőszekrényünk is, na hát ez aztán szenzációs a gyerekeknek, meg ugye meg van egy makettunk az Ulmer Ságtárról is, amivel annak idején az 1700-as években Budakalászra, illetve hát Magyarországra jöttek a svábok. A tájházban látható tárgyak többsége a helyi családok archívumából származik. Nagyon sok olyan képünk van és tárgyunk, amire azt mondták, hogy hát otthon ez már úgyis csak klumb, mi egy ezt mondtuk svábul, és ez itt nagyon-nagyon jó helyen van én szerintem. Igyekszünk még tovább megtartani ezt a tájházat, gyűjteni még azokat a dokumentumokat, amiket még lehet, főleg az idős emberektől még beszerezni, és van egy elképzelésem, épp ezért most jelenleg gyűjtő munkát folytatok, a régi esküvői képekről szeretnék egyszer egy kiállítást készíteni, és most ennek a gyűjtése van folyamatban. A másik ugye készülünk a választásra, utána lesz a október 25-én pedig 15 éves lesz a Lustiges Vábén énekar, arra koros találkozót szervezünk, van munka. A tájház születésnapi programjairól a Városnap tájékoztató kiadványában is találnak információt. Tavaly jelent meg Keömlei Anna első novellás kötete Fiókok címmel. A fordítót és ahogyan maga tartja fiókírót a Lupa-szigetiek biztosan jól ismerik. Keömlei Anna nem tartja írónak magát. Eddig egy önálló kötete jelent meg, de antológiákban és gyűjteményekben, valamint a Nyugat Most folyóiratban már találkozhattak a nevével. Az írás számára közlés, játék, alkotás, beteljesülés. Úgy tartja, örök életre a szavak rabja lett. Minden napjait is a nyelv bűvöletében tölti, hiszen fordítóként, szinkrondramaturgként dolgozik. A Fiókok könyv megjelenése nagyban köszönhető Szecsődi Péter szerkesztőnek. Amikor az első pályázatra egy 4-5 évvel ezelőtt beküldtem novellát, akkor valamit meglátott benne, felkarolt, és mindenféle nagyon okos és hasznos dolgot mondott nekem, tanított nekem, és nagyon sok biztatást kaptam tőle, és nagyon sok biztatást kaptam mindig az olvasóktól, akik akár felolvasó esteken, akár bármilyen fórumon hallották a novellákat. De hát a Péter mindig azt mondta, hogy írjak, és nem csak ezt mondta, hogy írjak, hanem hogy olvassak, és mindig azt mondta, hogy a jó író sokat olvas, és a jó novellaíró Maupassant és Csehovot olvas, és utána még minden mást. Úgyhogy akkor 5 évvel ezelőtt egy karácsonyra a családtól megkapta a Maupassant összest, és Csehov összest, ami hiányzott, mert azért hiányos volt a készlet. És akkor azóta írok. És ő mondta, ő vezetgetett a kiadóval együtt, hogy körülbelül mi az a mennyiség, amit írjak meg, és akkor az már kiadható mennyiség ez. Keömlei Anna gyermekkorának helyszíne volt a Lupa-sziget, teljes nyarakat töltött el a mesés környezetben. Régóta írja novelláit, de eddig csak a fiókban gyűjtötte.
Tavaly azonban már kikívánkoztak onnan. Van köztük olyan, amelyet a lupai élmények ihlettek. A lupa novella, ha így nevezzük, a címe Kurta mese, és igaziból lupa nevét nem is írtam le benne. Tehát, és nem azért nem írtam le benne, mert bármi ellene szólna, hogy meg lehet nevezni a helyszín, csak úgy éreztem, hogy itt most nem a helyszín a lényeg, hanem egy érzés, ami nekem a részben a gyerekkorom, részben a Dunához kötődő kapcsolatom, részben a gyerekeimhez kell való kapcsolatom. Tehát annyi minden van benne, hogy ez teljesen független volt, hogy ez most lupa vagy nem lupa. Ez az egyik novella, amiről majd még biztos fogunk beszélni. A többi novella általában nehéz. Megtalálnak történetek a családból, a baráti körből, teljesen idegen emberektől, valaki hall valamit, teljesen emberi hétköznapi történetek, hétköznapi momentumok, de valamilyen módon mégis nem, ezek soha nem ilyen dokumentumszerűen megírt dolgok, nem is kronológiai sorrendben írok meg egy-egy történetet, amit hallok, hanem egy picit megtekerem, picit csavarok rajta, és általában valahogy úgy írom meg, hogy csattanó legyen a végén. És ezért mikor felolvasó estek vannak, akkor ez mindig azért érdekes, mert felolvassa valaki a novellámat, és akkor hallgatják, és mindig úgy próbálom időzíteni, hogy az utolsó három mondatban az egész forduljon meg, az egész történet. És akkor nagyon sokszor megkapom azt a visszajelzést, hogy egy ilyen csapás, csattanás, és akkor úgy újra el kell kezdeni elolvasni. Ezek rövidek egyébként, tehát nem hosszú történetek. Nagyon különbözőek. A helyszínek is, valaki egyszer mondta, hogy érdekes, hogy a hősök legtöbb ilyen nő. Ez valóban így van, de ez teljesen véletlen, hogy a nők hordoznak valami olyat, ami az életükben valami fordulatokat ilyen nagyon érdekesen és kacipántosan oldanak meg. Keömlei Anna szülei az 1960-as években vettek telket a Lupa-szigeten. Előtte hosszabb ideig csak evezni jártak fel ide a barátaikhoz a római partról. Nem volt kérdés, hogy mikor itt eladtak egy fél telket, itt amúgy is nagyon picik a telkek, de mikor az egyik telknek a felét eladták, akkor a mamáméknak rögtön szóltak a barátok, hogy na most lehet venni telket, elkezdődött az építkezés, de hát én azt hiszem, hogy bárkit itt elkapnátok a szigeten, tele lenne történettel Lupáról, mert ez egy pont azért, mert hogy sziget. Autó nem jöhet át. Már eleve az építkezés egy kaland. Ahogy ide átkerülnek az építési anyagok, ahogy a sok csomaggal Budapestről megérkezel, hogy itt nyaraljál, és ahogy áthozod ide a dinnyét, meg a mindent. De ez mind egy nagy kaland, ami egy halatlan zárt, nem úgy zárt, hogy nem jöhet be kívülálló, de mindenképpen egy olyan közösséget hoz létre, ez a közös kaland, amiről mindenkinek megvan a saját története. Én itt tanultam úszni, mit tudom én, 4-5 éves voltam, és most a folyóvízben úszni tanulni, az azért, aki már úszott folyóban, az tudja, hogy mi a lényege, hogy ne ess pánikba, hogy hagyd magad sodorni a vízzel, mert a pánik, ami a veszélyes. Hát most az árvizekről nem is beszélve, a novellás kötetemhez az illusztrációkat egy festőbarátnőm készítette, Brunet Andreának hívják, és a Kurta meséhez a rajz, az pont egy ajtót ábrázol, amit ki kell nyitni, és be kell engedni a vizet a házba, mert ha nem engeded be a vizet, akkor rombol, akkor betöri az ajtót, ablakot. Most itt ezt a lupaiak tudják, hogy ha jön az árvíz, akkor le kell szerelni az ajtót, ablakot. És amikor levonul a víz, és amit itt hagy a víz, hát
ott aztán minden van. Az iszap, és minden, amit az iszap fölhordott, és a hordalékfák, és nem tudom. Úgyhogy mindig volt egy ilyen mondás a szigeten, hogy Lupa az optimista emberek szigete, mert mindig újra kezdik. Tehát ha 3 évente jön ki, akkor 3 évente, ha 1 évben 2-szer, akkor 1 évben 2-szer, és akkor újra kimesszelni, újra kifesteni, mert a... És akkor megint gyönyörű, és megint szép. És amikor zátony van, most nincsen, de amikor nagyon lemegy a víz nyár végére, ami nem ez a nyár, akkor pedig így 2-szer akkora lesz szinte Lupa, mert akkor mindenki ott van a kavicshoz zátonyon, és elmennek a hajók, a Szentendrére menő menetrend szerinti hajók, meg a sétahajók, és mi meg sétálunk a Duna közepén, a zátonyon, mert ugye a hajóknak ki van bájva a medre, de mellette itt van a zátony. Úgyhogy hát a szunyogok, ez is egy ilyen közös élménye a lupaiaknak, írtani, nem írtani, persze írtani, de akkor mi lesz a fecskékkel, akik a szunyogokat eszik. Rengeteg, rengeteg közös élmény van. A novellát úgy írtam meg, hogy ezt a kurta mesét, ez picit más, mint a többi novella, kicsit ilyen montásszerűen, amit egy közös vonal azért összeköt, de ezek képek az én lupai. Ebben semmi helytörténet nincs ebben a novellában, tehát mivel nincs is beleírva a neve a szigetnek, ez csak egy érzés. Anna szerint, akinek van csónakja, hajója, mindenképpen érdemes ellátogatnia a szigetre. Itt ugyanis sokkal közelebb kerülhetünk a természethez és a Dunához is. Kedves nézőink, a folytatásban jön a köztér, melynek vendége Turi Attila a város főépítésze volt, majd néhány zenei csemegével is várjuk Önöket. Telefonszámunk 303-287, e-mail címünk pedig info@vkctv.hu. Friss adással augusztus 22-én jelentkezünk majd. Addig is látogassanak el a vkctv.hu oldalra, ahol korábbi adásainkat is megtalálják, és friss híreket is olvashatnak. Műsorainkat és híreinket nyomon követhetik a televízió Facebook oldalán is. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!